a láthatatlan Isten országa az építi a láthatót. A kocsordi unitárius templom mennyezetének 104 kézzel festett kazettája alatt főgondnoki köszöntővel vette kezdetét egy régvárt beruházás átadó ünnepsége. A beszédekben szó esett az 1938-ban épült templom múltjáról és jelenéről is. Amikor őseink 1938-ban felépítették ezt a templomot, nem is gondolták, hogy a fiataljaink ezt tovább viszik. A kocsordi egyházközség gondnoka mondott köszönetet az adományokért, amelyek lehetővé tették az új látogatóközpont melletti park kialakítását. Sokan virágot, fát és cserjét adtak, hogy zöldebbé és barátságosabbá tegyék a területet. A parkban két szobor is helyet kapott. Mindez a 108 millió forintos látogatóközpont mellett. Ennek alapkövét két éve tették le, a munkálatok néhány hete befejeződtek, szombaton pedig szalagátvágással át is adták a gyülekezetnek. A hit teremt, hegyeket mozdít el, és áldja meg a jövőnket, áldja meg a jövőbe vetett hitünket, hogy ezzel a bizakodással indítsuk a jövő nemzedékét. Isten áldja meg ezt az épületet most és most. Amen. Mint ezt a projekt szakmai vezetője elmondta, a kialakításnál fontos szempont volt az innováció. Hogy jöjjön létre egy olyan hely, ahol bárki 21. századi technikával, alkalmazásokkal képbe kerülhet arra vonatkozóan, hogy mi ez a vallás, mi a lényege, mik a hitelvei, milyen műemléki épületei vannak, egyáltalán az elmúlt 400 évben mit csinált. És akkor erre volt adva, volt egy pályázat, akkor adódott a dolog, hogy akkor jöjjön létre egy olyan látogatóközpont, vagy közösségi tér, ahol bárki, aki idejön, akkor applikációkkal, tableteken, monitorikon keresztül, tehát a legkorszerűbb eszközökön keresztül, ha kell, megismerje ennek a lényegét. A több mint 100 millió forintos visszanemtérítendő támogatással felépített látogató központnak vallásturisztikai célja is van, ugyanis a középkori templomok útjának egyik állomása. Nagyon sok turista, látogató keresi fel ezt a templomot. Olyan, hogy kinyitom a templomajtót, és éppen nincsen turista, nagyon ritkán fordult elő. Méltóképpen szeretnénk fogadni azokat, akik hozzánk látogatnak, és akkor, ha már itt vagyunk, legyen egy kis lehetőség beszélgetni, átadni azokat, amiket mi is fontosnak tartunk. Az új építmény tér és időutazás is egyben. Az épület 30, de akár 50 főt is tud fogadni, a szabadtéri színpad pedig nem csak vallási célokat szolgál majd.